Egy konzultációs kampányban vagyunk éppen, mondta Kövér László a Pécsi Fórum előtt. Az országgyűlés elnöke ezért arra hívta fel figyelmét minden szimpatizásnak és érdeklődőnek, hogy biztasson minden embert a konzultációban való részvételre. A kormány azért keres egyetértési pontokat az emberekkel, mert amikor Brüsszelben vagy más nemzetközi szintereken kell fellépnie a magyar nemzeti érdekek érvényesítése érdekében, akkor fontos, hogy hivatkozhasson arra a támogatásra, ami a nemzeti konzultációban is kifejeződhet. Mint ahogy már kifejeződött korábban is, amikor az LMBTQ vagy az illegális migráció kérdéséről volt szó, hangsúlyozta Kövér László. Fontos, hogy elmondhassuk azoknak a partnereinknek, azoknak a vitapartnereinknek, akik egyébként nap mint nap demokrácia deficittel és a jogállamiság hiányosságaival vádolnak bennünket, vagy ezt emlegetik föl számunkra, hogy mi, amikor kifejtjük az álláspontunkat, hogy mi Magyarország hivatalos álláspontja a szankciók kérdésében, akkor mi a magyar emberek véleményét mondjuk, mert mi megkérdeztük a magyar embereket, az önök álláspontjában kinek a véleményét tisztelhetjük, tehetjük fel ezt a kérdést. Nincsenek illúzióink sem a velünk szemben álló demokráciáról, sem pedig arról, hogy vajon ezen múlik-e az, hogy az Európai Unió intézményei és tagállami vezetői végre visszatérnek-e a saját józan eszükhöz, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Mégis azt gondolom, hogy lassú íz partot mus elve alapján minden egyes percet, pillanatot, lehetőséget ki kell használni arra, hogy ne csak a magunk érdekeit védjük, hanem a tágabb Európát is próbáljuk meg egy racionálisabb, értelmesebb, az európai emberek valódi érdekei felé való elmozdulásra rábírni, és egy ilyen fórumnak is van jelentősége, egy ilyen aláírásnak is, amely egy ilyen kérdőjében szerepel az állampolgárok részéről, igenis van lehetőség, van értelme, mert van lehetőség a sorsunk befolyásolására. Kövér László a Mondjunk Nemet a szankciókra elnevezési országjáró fórum keretében találkozott a Fidesz Baranya egyes választókerületi segítőkkel, aktivistákkal, az értelmiségi Holdudvar tagjaival. Az előadást a megyei közgyűlés dísztermében tartotta.